A bajnokság átszervezése után nyáron az NB2 D csoportjába kapott besorolást a Máté Szalkai női kézilabda csapat. Az előző szezonban 5. helyen végző MMTK játékos kerete alaposan átalakult. Drabik Péter edzővel szemben az volt az elvárás, hogy a fiatalok folyamatosan fejlődjenek az őszi idényben. Nem volt ez rossz döntés, hiszen a lányok egyre inkább megerősödtek, egyre több olyan mérkőzést tudtak lejátszani, illetve mérkőzésnek bizonyos szakaszait, ahol nagyon eredményesek voltak. És hát, hogyha most a jelenlegi összképet nézzük így a naptári év végén, akkor azt mondhatom, hogy 4. helyen van ebben a 8 csapatos csoportban. És ez még mindig azt jelenti, hogy ugye az első 4 helyezett a tavasz folyamán a felsőházi rájátszásba folytathatná, illetve hát ebből a D-csoportból a 5 és 8. helyezett között, pedig az alsóházi rájátszásba fogják majd folytatni. Na de visszatérve ide, hiszen még, mint említettem, nincs vége ennek a őszi szezonnak, hiszen még februárban 3 olyan forduló, tehát egyet még március áthúzódik, 3 olyan forduló van hátra, ami sorsdöntő lesz abból a szempontból, hogy a felsőház vagy az alsóházi bajnokságban folytathatjuk majd a tavaszi menetelésünket. Az ősz nem volt problémamentes, sérülések miatt estek ki játékosok. Voltak érkezők is, akiket be kellett építeni a csapatba. 19 lányal dolgoztunk most együtt eddig a szezon során, amiből igazából 2 lány menet közben érkezett. Egyrészt hiánypótlás miatt is, másrészt egy kicsikét, hogy erősödjön fizikálisan a csapat. Ofra Zsófia volt az egyik lány, aki a 5. fordulóba kapcsolódott be, és a 7. fordulóba pedig Csépke Eszter, aki Máté Szalkai, csak ugye 2-ös igazolással Hajdúnánáson szerepel, ő csatlakozott még a csapathoz. Fontos volt, hiszen 2 kulcsjátékosunk, meghatározó játékosunk sajnos kiesett, elveszítettük Bodó Bernadettet a 8. fordulóba, és sajnos rá egy hosszabb kihagyás vár, hiszen keresztszalagszakadást szenvedett, és Drabik Manna pedig a 9. fordulóban rá egy fordulóban megsérült, neki egy kézsérülése van, kézfejsérülése, őt reméljük, hogy azért a tavasszal már látni fogjuk ismét a pályán. A D-csoport tabelláját az Ungvár KC vezeti 20 ponttal, megelőzve a szintén 20 pontos Borsod Sportklub Miskolcot. A 4. Máté Szalkának 10 pontja van, csak úgy, mint az 5. Hajdúböszörménynek. Ha a tabellát megnézzük és a statisztikát, akkor 5 győztes mérkőzésünk volt, és ugye 6 vereséget szenvedtünk, de hát ez a 6 vereségből 2 utóbbi az igen fájó, hiszen 2 olyan csapattól kaptunk ki, akit egyébként már a kezdetén ugye megvertünk, és ráadásul idegenbe, és mind a 2 mérkőzést itt hazai pályán veszítettük el. Sikernek könyvelhető el, hogy az Eger csapatát már ugye vele lejátszottuk oda-vissza a fordulót, mind a 2-szer alaposan megvertük, és hát ugye volt a tabellán előttünk lévő csapatok közül a Miskolc, valamint a Ungvár csapata, akik azért kiemelkednek ebből a mezőnyből, ennek megfelelően ugye elég nagy gólarányjal kaptunk ki mi is tőlük, viszont örömteli tény az, hogy azért elég sok gólt lőttünk nekik. Torma Tamás kiemelte, hogy a felnőttel szinte megegyező ifjúsági csapat a 3. helyen áll 10 csapatos csoportjában. A felnőtt együttes számára február 17-én folytatódik a bajnokság. Akkor a listavezető Ungvár ellenfele lesz Drabik Péter együttese.